Akkor lesz most második előadás. Az ember karaktere és a betegségek okai, vagy a kapcsolata. Ki fog derülni ma, hogy gyakorlatilag a pszichika az állandóan kapcsolatban van a szervezettel, a szervekkel, és különböző betegségeket tud nekünk generálni. Na nézzük meg. Először szeretnék egy pár dolgot mondani ahhoz, hogy megértsünk a pszichikát. Ahhoz kell értenünk, hogy ebben a világban létezik három kötőerő, amelyik erősen befolyásolja a tudatunkat. És azon múlik, hogy milyen tudatállapotban vagyok, akkor ennek megfelelő cselekvéseket fogok végezni, és kultiválni megfelelő tulajdonságokat, és ez meghatározza, egészséges leszek, vagy beteg leszek. Sikeres, vagy sikertelen. És ugye az embernek a tulajdonságai három, ugye, ahogy mondtam, kötőerő alapján sorolható fel. A kötőerők az a jóság, szenvedély és tudatlanság. Ezek az erők áthatnak az egész világot, minden tárgyat, mindent minden áthatnak, teljes mértékben, ugyanúgy van. És tudatot, tárgyakat és mindent, és ezért az ember nem tud lenni ezeken kívül. Egyet tud változtatni, hogy kiválasztani, hogy melyik tulajdonság, vagy melyik kötőerő hatás alatt leszek, ennek megfelelő életet fogok élni. És hogy meg tudjunk állapítani, melyik ember jóságban van, melyik szenvedélyben, melyik tudatlanságban, ez a következő táblázatban a tulajdonságai alapján. Mert az embernek a tulajdonságok nem tudnak ez a három kategórián kívül lenni. Mindegyik valahol tartozik. Csak azok a személyek, akik elértek magas lelki szinteket, lelki gyakorlatok által, ezek a személyek fölötte állnak ennek a kötőerőnek. De általában átlagos emberek mindegyik valamelyikbe tartozik. Nézzük meg! Hát nézzük, milyen mondjuk világhoz való hozzáállása. Az az ember, aki jóságban van, annak hozzáállása lemondás. Ez az ember nem ragaszkodik túlságosan a helyzethez, a vagyonhoz és így tovább. Egy ilyen tisztább életet él ezért, és amikor elveszíti valamit, akkor sose fog stresszbe kerülni. Hogyha túl nagy eredményt kapott, akkor nem fog kibillenni egyensúlyból és elfeleteni minden másról, hanem mindig egyensúlyban fog maradni. Azok, akik szenvedélyben vannak, ennek erős vágyuk van. Az erős vágy alakítja ragaszkodást és egy fölösleges cselekvést. A vágyak általában az embert aktiválják cselekedni. És mikor már van egy vágy, akkor már nem tudsz lenni kiegyensúlyozott. Egy túl erős vágy. Szóval vágy kell, mert nem lehet vágy nélkül élni. De a szenvedélyben a vágy az egy kicsit túl erős. Túl. A jóságban is vannak vágyai, csak ott az ember tud kontrollálni a vágyakat, és még válogatni tud. Ez a vágy ez nem fontos, és nem sürgős. Ez a vágy sürgős és fontos, és így tovább.
a szenvedélybe ember teljesen szenvedély, az azt jelenti, a vágy uralkodik rajtad. Például a dohányzó ember. Ő azt mondja, hogy szabad vagyok, csinálhat, amit akarok. Hogyan csinálsz, amit akarsz, mikor nem tudsz egy napot cigaretta nélkül? Ez a vágy, ez rajtad uralkodik, ez a szenvedély. Aztán közömbösség. Az ember, aki tudatlanságban van, közömbös mindenfelé. Nincsen nagy vágyai, nincsen nagy célai, nem érdekel mások. Őt érdekel, hogy én jól lakjak és aludjak. És kész. Akkor milyen motivációval rendelkeznek? A jóságban az ember, amikor bármit is csinál, bármilyen tettet végez, azért végez, hogy kapjon belőle egy tudást. Tisztuljon meg, vagy tudást kapjon. Tudja, hogyha én segítek valakinek, ettől bölcsebb leszek, és ettől jobban tisztulok. Ez a jóságnak a motiváció, egy motiváció. A szenvedélybe lévő embernek a motiváció, hogy én mit kapok ezért, mit élvezni fogok. Ugye a szenvedő emberhez, a jóságban embernek megyünk, és kérjük, kidurrant a kerék, segíts, akkor megmondja, persze, gyere, segítek. Segített, utána mondjuk, mennyivel tartozok? Hát semmi, hát. Az Úr küldte nekem téged, hogy segítsek. Én már ettől bölcsebb lettem, és tisztoltam közül. Hogyha megállítjuk egy taxistát, aki szenvedélyben van, és mondjuk kidurrant a kerék, mielőtt kiszáll a kocsiból, mondja 5000. Vannak olyan, ugye? Vannak olyan dolgok. Ez szenvedély. Ez az ember nem segít. Nem segít. Ő akar éleskedni. Neked szüksége van most segítségre, és valaki éleskedik ezzel, vagy hogyha kihasználja ezt a dolgot, ezen akar élni, hogy neked most szükséged van valamire, és akkor ő azt mondja, jó, persze, segítek, hogyha adsz 5000-et. Ez nem szabadság. Ez a szenvedély. Mennyire uralja rajta az a haszonélvezet, az, hogy akarok valamit, hogy ő nem tud máshogy gondolkodni, nincs ereje. A tudatlanságban embernek semmi motiváció nincs. Ő bármit, amit csinál, ugye a szenvedélyben ember, hogyha nincs motiváció, nem fog csinálni. Nem tud csinálni, hogyha nincs motiváció. Mind nem kapok semmit, miért csinál? Az ember, aki jóságban van, ő neki nem kell tárgyi élvezet, hanem magas célok vannak, magas motiváció. A tudatlanságban embernek semmi motiváció nincs. Ő csinál, mert csinál. És ez egy rossz dolog, akkor nincs semmi motiváció. Semmi motiváció lehet egy lelki szinten embernek. Ugye ez a másik. Ott lehet, nincs anyagi motiváció. Ő csak akarja, hogy segítsen, hogy te legyél boldog. Ugye a jóságban kicsit önzőbb, ő segítek neked, legyél boldog, mert ettől én tisztolok. Mert ettől nekem jobb lesz a karmam. De ez egy tiszta motiváció, ez jó jóságban. Nézzünk tovább. Hangulat. A jóságban az embernek a hangulata nagyon békés. Kiegyensúlyozott. Ez nem jelent, hogy ő le van lassulva. Nem, ő nem lassul, ő tovább dolgozik. Békésen csinál minden. A szenvedélyben lévő ember, ő aktív. A vágyak irányítják őt. Sose tud megállni, és mindig panaszkodik. Jaj, nem tudok jönni egy előadásra, meg munkám, meg ezt kell csinálni, meg olyan, meg így, meg úgy. Állandóan vágyak, kontrollálják az embert. Mindig aktív. A tudatlanságban embernek a hangulata irreális. Teljesen irreális, amit ő csinál. Nincsen semmi értelme, és egyik másik percből változik a hangulata, de általában egyik negatívból másik negatívba. Ez az ő irreális viselkedése. A jövő. Hogy az ember egy tiszta életet él, jóságban, akkor felső bolygó rendszerre fog kerülni. Ugye a védek megmagyaráznak, hogy milyen bolygórendszerek vannak az univerzumban. Van felső bolygórendszer, ahol magasabb a boldogság,
van középső bolygórendszer, mint a földbolygók. Itt van minden vegyes, van boldogság és van szenvedés. És van az alsó bolygórendszer, ami általában szenvedéssel teli. Szenvedélybe ember, hogyha nem túl megszegi a boldogság törvényeit, az Istenek a törvényeit, ezért ő földi bolygókon tud születni. A tudatlanságban ember, aki pusztítja az életét, ő pedig meg fog születni az alsó bolygórendszerben, ahol szenvedni fog. Étel. A jóságban ember, ő általában vegetariánus ételt fogyasztja. Mert a jóság, ez azt jelenti, akkor az erőszakmentes. Ő nem szeretne, hogy bárki is meghalljon azáltal, hogy ő szeretne jól lakni. Ő úgy gondolja, hogy mindenkinek joga van élni, neki pedig nincsen joga bárkit megölni. Nincs jog. És ezért ő nem akarja fájdalmat, szenvedést okozni. Még azáltal is, hogy valaki, ugye azt általában emberek azt mondja, én nem öltem meg, én csak vettem. De te fizettél a gyilkosság, lefizettél, bérgyilkos vagy. De jóság ember még bérgyilkossá akar lenni. Szóval vegetariánus. A szenvedélyben embernek az étele vegyes. Vannak közöttök vegetariánusok, vannak vegyes táplálkozású, vannak, akik hús-hússal lesznek. A tudatlanságban ember nem, ott már hús-hússal. Ott már mikor szendvicset csinál, akkor kettő kolbász között kenyert rak. Vékony kenyer, vastag kolbász. Ez a tudatlansága. Egészség. Az egészség, mivel ember jóságban kiegyensúlyozott életet él, egy határozott ember összeszedett a tudatja, ő pedig hosszú életű. Miért? Mert ő harmóniában él, a testet tartja harmóniában, és környezettel harmóniában van. A környezet, ez a szociális szféra, emberek, akivel én együtt élek, hogyha én egészségesen mindenkivel viszonozok, ez befolyásolja az életemet, és a környezet, mint a természet. És azzal is harmóniában él. Ezért az élet hosszú lesz. Mert hogyha mi nem bántjuk a testünket, soha, hanem mindig próbáljuk körülményeket, megfelelő körülményeket teremteni, hogy test egyensúlyban maradjon, akkor sosem lesz beteg. Akkor már betegségek rövidítenek az életet, és akkor így hosszú élet lesz, hogyha valaki jóságban él. Arany középút ez a neve. Ő tud, mennyit kell pihenni, mennyit kell dolgozni, és hogy kell táplálkozni. Hogy kell másokkal viszonylag. Szenvedélyben az embernek az élete közepes, a tudatlanság az élete általában elpusztult. A célok. Ember a jóságban bármit, amit csinál, annak a célja a tisztulás, szeretni tisztulni, fejlődni. A szenvedélynek a célja érzéki elégítés. Azért dolgozok, hogy utána nagyon-nagyon tudja kis elmerül az érzéki elégítésben. Tudatlanság lévő embernek nincs semmi célja az életben. Bezárkozik a szobába, kinyitja, bekapcsolja a tévét, és nézi 689. részt Santa Barbara, vagy a Dallasnak a 365. részt. Megnézi meg a brazil sorozatot, ami ugyanaz. Vagy kiabál a szülőkkel, vagy a családtagokkal, mint brazil szeriában látta. Próbál ezt a forgatókönyvet élőbe hozni az otthonába. Vagy internetezik, vagy számítógép játékozik egész éjszaka, reggel 6-ig. Utána alszik, délután 5-ig. Mikor felébred, akkor kijön a szobájából, ami nincs szellőzve, sötét, fekete szoba, kijön a szobájából, összeveszi, kiabál a rokonokkal, utána visszamegy, és a szobájába is becsapja az ajtót, ami tele van cigicsikekkel, pókhálókkal, a ruhája
úgy van szétdobálva a szekrénybe, a székekre, az ágyra, mint hogyha háromszoros atomrobbanás történt a szobájában. Ez a tudatlanság, és ezért nincs élet célja. Ő csak így él ebben a körülmények között, és csak számítógép, televízió. Nagyon kilátástalan az élete. Nagyon szenved ez az ember. Egyébként nagyon szenved, mert ő mit mondja? Miért jobban a szülőkkel? Vagy a rokonokkal? Engem senki nem szeret. Velem senki nem foglalkozik. Hát várjál, te bezárkoztál. Gyere ki napközben. Éjszaka nem tudjunk veled foglalkozni, haragudj. Éjszaka egy normális ember alszik. Gyere napközben, foglalkozunk, szeretjünk. Te választottál ezt az utat. Szóval ez az ember nagyon szenved, és gondolja, hogy mások a hibások az életében. Nem. Te hibás van, mindjárt kiderül, csak később. Tudás. Jóságban az ember lelki tudást éri el, őt ez érdekel, ezzel meg tud oldani élet minden problémáját. A szenvedélyes ember önző nagyon, én is a család, nagyon szűk. Ős, és ez is egy szenvedés, meg fog neki eredményezni. Mert sose fog történni. Szenvedélyes embernek mi a probléma? Ő azt látja, sose történik, hogy én akarok. Én akarok gyorsabban több pénzt, nem lehet. Akarok, hogy a család velem így legyen, de nem lehet. Akarok a gyermekem azt csinálja, amit én akarok, nem csinálja. Akarok egészséges lenni, de nem tudok, mert szenvedélyben annyira pörgök, hogy mindig beteg vagyok. Szenvedélyben ember mindig ütközik a falnak. Annak azzal ütközik, hogy sose úgy történik, hogy én akarok. A jóság ember ő elfogadja, hogy van egy legfelsőbb elrendezések. Felsőbb rendű elrendezés, nem így történik a világban, hogy én akarok, hanem egy felsőbb akarat, és én akkor én elfogadom. Teljesen akkor én békés vagyok. Így, akkor így. Alkalmazkodik. Hogyha így, akkor így. Jó, és boldog. A tudatlanságban az ember, ő még jobban szűkösebb a tudat, én és a testem. Aztán itt nagyon nagy problémája van, mert ő azt gondolja, hogy ő az univerzumnak a középpontja, és az univerzum körülötte forog. A rokonok a legközelebbi bolygók, és ő egy napocska, sötét napocska, ami sötétséget világít tudatlanságtól, és mindenki a rokonok a kezdve, ők a legközelebbi orbitok, és bolygók, nap, hold, föld, barátok, világ, univerzum körülötte forog. De mivel ez nem így van, csak ő így gondol, ezért mindig szenved. Ő szeretne csak, hogy így legyen, de nem így van az. Ezért nagyon-nagyon nagy problémák vannak. Cselekvés. A cselekvés jóságban önzetlen, szenvedélyben mindig önző, a tudatlanságban minden cselekvés káros. Rosszat eredményez, mint magának, mint másoknak. Például, hogyha jön hozzánk egy vendég, és azt mondjuk neki, itt a kávé, itt a cigaretta, itt a friss, márkás, száraz bor. Ilyen vendéglátás, ez tudatlanság kategória. Miért? Mert mérgező anyagokat, mint a kávé méreg, mint a cigaretta méreg, mint az borméret. Valaki így kínálja. Gyere, kedves barátom, annyira szeretlek, és itt próbálok téged most szeretettel megmérgezni. Ő nem tud, mit csinál. Nem tud, mit csinál. Ez azért tudatlanság, mert nem tudja. Akarja jót, jó a szándék, jót akar, de nem tudja, hogy ez mérgező. Akkor már tudatlanság. És ezzel károsítja őt és magát is. Hogyha mi mérgeket ajánljuk másoknak, akkor nekünk is ezt fognak ajánlani, ezt a karmát törni. Jóságban lenni, az azt jelenti önzetlen, a egészséges dolgokat ajánlani vendégeknek, nem cigaretta kávét. Nem egészséges. Finom ebédet, gyümölcsöt, teát, kakaót, sok mindent. Ennyi sok van, mintha cigaretta kávét nem létezik más. De most gyakran ez történik. Még úgy is csinálják, voltam ilyen vendégségekben, akkor azt mondják,
a vendéglet. Szeret innen egy kis kávét? Jó, elfogadnak. Jó, akkor ott a konyhában csináld meg magadnak. Vannak olyan vendéglátok. Nagyon nagy szeretete vendéglátok, csináld meg magadnak, és mikor elmosogatsz, akkor a háromnapos mosatlan dolgod, az is elmosogatnál nyugodtan. Nem haragszok. Értékrend. Az értékrend jóságban lelki kötelesség, ő szeretne valami magasabb rendű kötelességet végezni, mert tudja, hogy ez emeli a tudatot. A szenvedélyben levő ember, neki értékrend minden, mint az enyém, és én, ez velem kapcsolatos. A tudatlanságban lévő értékrend, ez az alvás. Ott alvás is. Szóval így láthatjuk, hogy az emberek tudnak, mindenki tartozik valamely kategóriába, és ezt tudjuk változtatni, hogy amelyik megtanul, melyiknek milyen jellemzője, akkor én tudok meghívni. Hogyha én kiválasztom és ezeket csinálok, ami jóság minőségben vannak, ebben az esetben én magamra vonzok, hívok, meghívom a szívemben, tudatomban jóságot, és jóságban leszek. Hogyha én jóságban vagyok, és elkezdek ezeket kultiválni, akkor tudatlanságot hívom meg, és az lesz. Itt kilátástalan a tudatlanságban az élet. A szenvedély mindig a szenvedés eredmény. Ez egy fontos pont. Itt mindig betegségek lesznek, pszichikai eltérések. Ugye Amerikában most 52% ember pszichikai eltéréssel élnek. Mert szenvedély. Ez a fogyasztási rendszer. A szenvedély rohanni, reklámok után szerezni, kapni több pénzt, piacra dolgozni, fogyasztó lenni. Ez mind szenvedély. Ez mind betegséget fog okozni. Ugye, mert fel kell vennem kölcsön, mert nincs pénzem. Na, akkor mikor felveszek kölcsön, holnaptól már nincs munkám. Akkor, de a bank az van. A kölcsön az van. És jön a nyomás. És lehet, hogy vettem is 3 hónapig élveztem azt a lakásot, de vissza elvesznek a bank, mert nem tudok fizetni. És utána úgy bestresszelek, hogy beteg leszek. A szenvedély, ez mindig betegség fog. Vagy ember, jó, megy az üzlet, de hát vannak konkurenciók, új törvények, meg kell védeni az üzletet, nagy stressz, megint betegség. Megint szét kell hajtani magát. Szóval a szenvedély, ez mindig probléma, mindig. Mert ez az élet, ami nem eredményez egyensúlyat is. Hogyha nincs egyensúly, akkor ez probléma. A jóság, ez mindig egyensúly. Egyensúlyban vagyok, és akkor mindig harmóniában vagyok. Jó. Most elkezdjünk, ugye ez a 3 kötőerő, ami mindig irányítja az ember. Most elkezdjünk beszélni az embernek a tulajdonság, a test felépítéséről, azért, hogy megtanuljuk, hogy az ember milyen természettel rendelkezik, és hogyan alakulnak a mondjuk betegségek. Ugye Ayurveda az azt jelenti betegségek. És fogunk látni, hogy most nem a test eredményez a betegségeket, hanem a tudat. És most ennek a tudományát fogunk tanulni, hogy miért ez így van. Mert valakinek elég csak ennyit mondani, hogy hát igen, általában a tudatból jönnek a betegségek, valaki ezt elfogadja. De vannak emberek, akik szeretnek gondolkodni kicsit mélyebben, és nekik ez nem elég. Azt mondja, miért? Miért tudod? Vannak ennek tudományos magyarázata, vagy van valami mechanikus felépítés, amit tudjunk elemezni? Igenis van. Az Ayurveda, ez egy tudomány, ez nem valami természetgyógyászi spekuláció, hanem ugye van sok természetgyógyászi módszer, ami spekuláció, mert nincs róla könyv leírva, mint egy ős bölcsektől, hanem valami kitalálja. Az Ayurveda, ez egy nagyon ős tudomány, ami olyan személyek, szentek írták le, és ez a tudás maga Istentől kapták, hogy a Paurusheya,
mert mikor következő előadást fogunk beszélni, akkor meglátjunk, hogy ez a három dósa, nincs olyan tudós a világban, aki rájön a három dósára. Nincs olyan természetgyógyász, aki satszolni tud, hogy van három dósa. Ez arról szól, hogy ez a tudás, az valahonnan föntről kell megkapni, aki tisztában van ezzel. Ki az, aki tisztában van ezzel, aki ezt megteremtette. Ez itt az Ayurveda egy nagyon tudományos könyv, hogy egy maga Ayurveda tudomány, és most erről fogom beszélni. Nézzünk meg! Az embernek a testfelépítése, amit Ayurveda tanítja, három összetevőből áll. Van durva fizikai test, ami áll az izomzatból, a csontozatból, a vérkeringésből, az emésztési rendszerből, a légutakból, idegrendszer és így tovább. Ez a durva fizikai test, amit mi itt látjuk most, mikor nézünk egymást. Akkor van egy másik, finom fizikai test, ami három összetevőből áll, itt láthatjuk. Három finom fizikai test, elme, intelligencia és hamis ego. És van egy harmadik összetevő embernek, lélek, a lelki test. Itt láthatjuk, hogy a lelki test nem így van ábrázolva, mint egy valamilyen gömb, fény, hanem mint egy ember alak. Gyakorlatilag az embernek a test felépítése onnan kezdődik, hogy elsődlegesen a lélek rendelkezik formával, emberi formával. Utána kapja rá finom fizikai testet, és mivel az a léleknek keze, lába van, arca, szemei, ezért a finom fizikai testnek is ez lesz, és mivel ez van finom fizikai testnek, ugyanakkor a durva fizikai test is így fog kinézni, mert ő utánozza, mint a ruha, amikor mi felveszünk ruhát, akkor ruha, hogyha kesztyűt felveszünk, akkor mutatja, hogy vannak ujjai, és így tovább. De miért kesztyűnek vannak ujjak? Azért, mert az ember kezének vannak ujjai. Akkor a kesztyű csak egy ruha, meg van szabva a kéz szerint, ugyanúgy a durva test meg van szabva a lélek szerint. Nos, nézzük meg! Akkor a lélek benne van a finom testben, a finom test a durva testben. És a finom test segítségével ember kontrollálja durva fizikai testet. Kontrollálja, éli az életet, végzi jó és a rossz tetteket, és minden jó és a rossz tett rögzül finom fizikai testben. Ugye a finom fizikai test az a memória is, a tudat. Ahogy általában a tudósok, akik foglalkoznak testtudománnyal, materialisták, ugye ők azt állítják, hogy nincsen semmi finom fizikai, van ez a test, és a különböző elemeknek a kombináció alakítja a tudatot. Jó, mondjuk nekik, köszönjük, nagyon szép mese. De mondjátok nekem, légy szíves, hol van memória a szervezetben? Hol van memória, Winchester vagy a csíp? Akkor mondjak az agyban, mutasd meg, hol van az agyban memória. Nincs. Nincs agyban memória. Van ott úgymond, hogy a RAM van, valami működtető processzor memória, mint a RAM a számítógép, az van. De ez a végtelen sok információ tároló helyhez nincsen. Az a finom fizikai test belőle van. És a finom fizikai test minden memorizálja. Jó és a rossz tettenket. Aztán jön egy ilyen időszak, amikor már az ember nem tud többet kontrollálni a testet. Nem képes már irányítani és kontrollálni, elveszíti ezt a képességet test fölött rendelkezni. Ezt a folyamatot úgy hívnak, hogy halál.
amikor eléri ezt a pontot, abban az esetben ugye a finom fizikai testtel elhagyja a durva testet, a lélek. Ezért a védek magyaráznak, a tudat elhagyja a testét. Hogyha megkérdezünk a tudósokat, most mondjuk nekik, ti állítjátok, hogy a tudat a testben, ez a bizonyos anyagi elemnek kombinációja. Jó, de mikor valaki meghalt, most halt meg, milyen elemek hiányoznak? Nincs, nem tudnak. Mert fizikai elem nem hiányzik a szervezetben, minden ott van, hanem hiányzik finom fizikai test, hiányzik a lélek, a tudat magas. A lélek, ez mindig finom. És a halál pillanatára, ahogy mondják a védák, a karma törvény alapján, ugye, ahol mi most ezt karma szemináriumban részletesebben megbeszéljük, azt mondják, hogy a halál pillanatára a finom fizikai test már úgy néz ki, olyan formában rendelkezik, ahogyan fogsz kinézni következő életbe. Mert a kinézet, ami fejünk, az arc a formája, a szemnek, az orrnak, a kezeinknek, az új lenyomata, ez a múlt karmának, múlt életnek, cselekvésének az eredménye, összegzése. Ezért az egész életet, amit él ember, és milyen élményeket fog átélni, milyen élményeket okoz másoknak, jó vagy a rossz. Minden jó és a rossz tettnek, ugye ez minden memorizálva van a szervezetben, ez nincsen eltűnve, ezért sokszor emberek, akik már átéltek klinikai halál vagy a halál élményt, azt magyaráznak, hogy ők látták, mint a filmben, mint a moziban az életnek a képét. Az egész életnek a filmét látják. Igen, ez átmegy, ez az életnek a képe, és utána az történik, hogy összegzés lesz, és ennek az összegzése, most nem mondom részletes, mert ennek a karma törvény, karma a szemináriumban ott lehet részletesen pontosan mondani, hogy ez hogyan működik, de lényeg, van egy összegzés, ami megállapítja a mi következő életet. Ez arról szól, hogy mostani cselekvés, ami építjünk, hogyan fogunk kinézni a következő életben. És halál pillanatra már megvan minden. Finom test már rendelkezik ezzel a formával. Utána mi történik? Utána a következő mit fog történni? Megfelelő törvények alapján a finom testben levő személy elkerül az apja magjába, megfelelő apja magjából, nem véletlenül, hanem bizonyos okok törvények ezt irányítják, utána az anya méhébe kerül. És mivel már megvan potencia, hogy fog kinézni, lehet, hogy a pici kis mag kerül az anya méhébe, de a potenciája már megvan, hogy fog kinézni. Akkor az történik, hogy ő kezd építeni a testet, a durva testet. Az anyának, anyukájának a szervezete biztosítja az alapanyagot, és a finom test kezd építeni a testet. Úgy, ahogy ember hibákat végezte az életében, ezeknek vannak rögzítve a finom fizikai testben, adjál kis vizet. Maradjál el. Csak adja vizet nekem, Tibor. Vagy mi van, gyógyszer kell? Így felépíti a szervezetet az elme. Minden szervet, egyes szervet építi. Úgyhogy embernek voltak egy megfelelő karmikus problémák az életbe, a cselekvésbe, akkor hibákkal épít a szerveket. Vannak gyerekek, akik megszületnek, és egyik szerv nem működik, vagy hiányzik. Valakinek a vese.
valakinek a májával probléma, valaki vakon születik, valaki süketen születik, valaki szépen szép születik, valakinek egyik lába rövidebb, mint a másik, és így tovább. Szóval ezek az eltérések, amivel születik az ember, ez az elme felépíti a testet. Ugye a tudósok nem ért, genetikai, hát géneket és kódolja az elme. A finom fizikai test kódolja a géneket, és a géneket építják a testét. Ugye itt már megvan az, hogyha csak génekről beszéljünk, a gén szinten, amit mondják a tudósok, ez nem válasz. Mert ott következő kérdés, de a gén mitől ilyen kódoló? A gén miért, honnan van a génnek ez a programozó hiba? Ugye, ez mi mindig szóval, hogyha csak a génekre fogjunk az egészet, ez gyerekmese, ez egy gyerekválasz, óvoda. És tudósok minket becsapnak, mert félik válaszolni. Mert intelligens embernek meg kell kérdezni, jó, te mondasz, hogy a gén a hiba, de a génnek, gén honnan vesz a hibát? Ez az intelligens válasz, kérdés. És a válasz az az, a gén attól hibás, mivel az ember generálja a hibát saját cselekvésnek. Ugye teljesen logikus is, és végleges válasz. Itt a vége a válasz. Itt az eredeti válasz a kérdése. Hogyan kezdődik a betegség? És mitől ember hibázik? Ez is lehet kérdezni. Hát attól hibázik, mert ő választott a jóságba lesz, szenvedélybe vagy tudatlanságba. Jóságban ember kevésbé hibázik, szenvedélybe sokan hibázik, a tudatlanságban egyfajtában hibázik. Ennyi. Itt a válasz végleges, nem kell tovább menni. Ha tovább menne, ez azt jelenti, hogy kell javítani ezt, az jó. De a gén, ez félig válasz, ez nem válasz. Szóval így látjuk. Ezért, amikor ember megszületik, és akkor a testet kontrollálja a finom fizikai test, és ott vannak már finom fizikai testben idézőtve betegségek. Mert nem rögtön te születsz betegen, ugye valaki szép és egészségesen születik, de valamikor egy gyógyítatlan betegség nyilvánul meg, vagy valami katasztrófa, vagy valami. Igen, mert maga a múltetnek, az eredmények által viszi magába ezeket az időzítve esetek. Valamikor időzítve van jó dolgok, valaki hirtelen gazdag lesz, vagy megszűnnek valami nagy problémái, csak úgy. Semmi. Hopsz, és megszűnt. Volt sok nehézsége, ami megint karma. Talán csak megszűnik, és jó, nagyon jó boldog időszak keletkezik. Ez mind finom testbe viszi az ember magával. És ugyanúgy a betegségek. Ugyanúgy, ahogy minden egyes szervet építette fel a tudat, az elme, az egész életen át utána kapcsolatban marad a szervekkel. Kontrollál a szerveket, a tudatot, az elme. Ezért azonnali hatások vannak. Mindjárt csinálunk kísérletet. Kísérletet csak szavakkal én fogok mondani, mindenki ezt már átélte. Ami bizonyítja az, hogy a tudatunk kontrollálja. Képzeljünk el, ülünk egy nagyon-nagyon jó helyen, ahol egy természetben, Hawaii-ban, akinek mi a kellemes, valaki Kubában, valaki Indiában, valaki magyar, Balatonon, Velence, minden. Ülünk is, az életünk csodálatos. Jobb érzünk magunkat, semmi nem zavar, ideális minden körülöttünk most. És ülünk is. El is felejtettünk, hogy az életben lehet valami rossz. Oda jön hozzánk valaki. És suttogva a fülünkbe elvibrálja egy információt, egy valamit mond, ami nem egy örömhír, valami történt. És ebben jó, boldog élet közepette, ha kapjunk egy hírt, ebben a pillanatban mi történik velünk? A szívvel kezd dobogni, érzünk, hogy nagyon erősen. A gyomor összeszükül. De várjatok egy kicsit, várjatok. Álljunk meg, pauza. Valaki fizikai hatással volt a szívünkre? Nem. A gyomorra? Nem. Akkor mitől szökött össze a gyomor, mitől libabőrös lettem, és mitől a szív elkezdte erősen dobogni?
minek a hatására? Tudatra. Mi történt? Egy ember suttogott, nem is bántotta minket, nem kiabált rám, hanem suttogva beadta egy információt, ami a tudatot azonnal kibillentett az egyensúlyból, és nagy hullámzást okozta a tudatban. Ahogy az tudat hullámzik, abban a pillanatban a szervezet is változik. És a tudat abban a pillanatban elkezdte generálni szívnek a dobogalását és a gyomrátnak az összeszűkülését. Szóval láthatjuk, hogy a tudatunk mindig kontrollálja a szervezet. Bármi, és ez most bármikor ez történhet, ugye? Addig, ameddig nem tanuljuk meg tudatot, uralkodni a tudat fölött. Mert a szerveken nem tudjunk uralkodni anélkül, hogyha nem uralkodjuk a tudatunk fölött. Az egy fontos alapelv. Ezért, mikor mi éljünk az életet, és végzünk megfelelő tetteket, ennek egy megfelelő testet fogunk kapni. Mert hogyha élek, mint egy úriember, akkor nagyon szép leszek. Hogyha élek, mint egy állat, akkor egy szép állat lehetek. Ugye mondjuk egy kis aranyos ilyen fajta. Lehet, hogy aranyos, de azért ma embernek jobb lenni. Hogyha valaki bohóckodik egész életben, komolytalanul él, akkor nevettetni fog minket továbbra is, csak egy másik testbe. Bohózkodhat. De hogyha valaki egy úriember volt, egy kellemes személy volt, akkor szülőknek örömet fog tovább okozni a következő életben. A tudat meghatározza, hogy milyen testet fogunk kapni. Ugye, ugyanúgy, hogyha érezzük hatást, azonnali hatást a szervezetbe, akkor ugyanúgy hatás van, hogy milyen testet fogunk kapni. Ugye, és így működik a teremtésnek, ugye, hogy van egy vágy, a vágy bizonyos cselekvést fog okozni, szóval fontos tudni, milyen vágyakkal rendelkezünk, a vágyokat kell irányítani mostanában, manapság 95%, 99% a vágy, amivel rendelkezünk, nem a mi vágyunk. Ezek a vágyak ránk vannak erőszakolva, ránk vannak erőltetve. Először embernek kell tanulni, mire kell vágynom igazából. Mi az a vágy, ami az enyém, és mi az a vágy, amire kell, hogy vágyak. És mert az eredmény annak mindig lesz megfelelő eredménye.